Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szerlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Mit szóltok a jelenlegi világunkhoz? És szerintetek jó irányba halad a világ? Nem. Nem? Nem. És miért halad nem jó irányba a világ? Az emberek nem tesznek semmit. Mert a jó emberek nem tesznek semmit. A rosszak azok tesznek. Azok bőven tesznek azért, hogy rosszabb világunk legyen. Na nézzük ezt a jelenlegi világunkat egy kicsit, jó? De ebben a jelenlegi világunkban van egy jó hír, nem tudom, hallottátok-e, hogy gyakorlatilag a szakértők, tehát több szakértő is már arról beszél, aki ugye itt az ukrán háború részleteivel foglalkozott, több szakértő arról beszélt, hogy gyakorlatilag az oroszok részéről befejeződött a háború. Tehát ami azt jelenti, hogy ez az ukrán orosz háború az befejeződött, tehát az oroszok azt, amit akartak, azt már megcsinálták. Hát most az ukránok támadják az oroszokat. Nem sokáig. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy hát az oroszok már kezdetektől ugye azt szorgalmazták, hogy legyenek tárgyalások, és ha lettek volna tárgyalások, akkor hát nem halt volna meg sok tízezer ember. Tehát ugye mit akartak az oroszok gyakorlatilag? Hát azt, hogy legyen egy olyan védelmi sávjuk, ami azt jelenti, hogy a NATO-nak a rakétái azok ne legyenek közel Oroszországhoz, közvetlenül a határ szélen. Ugye a NATO az folyamatosan ugye felrúgta, valami egyezmény volt ebben, még valami Vilniuszi vagy milyen egyezmény, annak idején, hogy ugye lesz ilyen sáv, amelyik elválasztja a nyugatot az Oroszországtól, aztán a nyugat meg szépen rábeszélte, vagy elérte az országoknál, amelyik ebben a sávban voltak, hogy a nyugathoz csatlakozzon, és ezáltal ez a sáv megszűnt, hát lásd Lettország, Litvánia, Észtország, oké, és ugye Ukrajnánál is el akarta érni. Ezt az oroszok nem hagyták, de emögött vannak más dolgok is, mint kiderült. Tehát, hogy miért is támogatták egy eleve, ha valakinek egy kicsi, picike sütnivalója volt, amikor ez a háború megkezdődött, avval kapcsolatosan, sejthette azt, hogy az ukránok esélytelenek az oroszokkal szemben. Tehát ezt mindenki sejthette volna, meg akinek egy csöpp esze volt, az sejthette is, hogy az ukránok esélytelenek. És azzal sikerült ugye elérni a nyugat támogatását, hogy a melyik nyugat, nem az Amerika, Nyugat-Európa támogatását, ugye az EU támogatását, hogy elhitették a nyugatiakkal, hogy az oroszok ugye elfoglalják Ukrajnát, és utána nem állnak meg, hanem a teljes Nyugat-Európát, teljes Európát el akarják foglalni. Ezt el akarták, el is hitették, és gyakorlatilag azért támogatta ugye az EU, hogy ez ne történjen meg. Tehát ez aki így gondolta, hogy Oroszország el akarja foglalni Nyugat-Európát, tehát az azt lehet mondani, hogy az nem épeszű volt.
az nem épeszű volt. Tehát manapság egy ilyen háborút hagyományos fegyverekkel nem lehetne megvívni, csak ugye a legmodernebb fegyverekkel, hát az meg az atom. És ha a két ugye ilyen hatalom között fegyveres konfliktus támadna, ilyen legmodernebb eszközökkel vívott fegyveres konfliktus, akkor ugye a szakértők szerint azonnal 5 milliárd ember meghalna. Hát azonnal. És gyakorlatilag 3 kontinens az elsüllyedne. Tehát ugye mégis a lakosság nagy része, azért támogatta Ukrajna támogatását, mert ezt elhitte, hogy utána mi következünk. Tehát a lakosság jó része elhitte. Hát ez ugyanúgy, mint a Covidot is elhitték az emberek. Szóval az emberekkel azt etetnek meg, amit akarnak. Szóval elhitették az emberek, és az emberek ezt elhitették. De az egész mögött nem ez van, hanem az, hogy elkezdték ugye a nyugat felvásárolni Ukrajnát. És gyakorlatilag kirobbantottak egy háborús helyzetet, tehát belekényszerítették az oroszokat, hogy ne legyen más választásuk, mint háborúba kerülni az ukránokkal. Ezáltal ugye a nyugat az csak csöpögtette a támogatást az ukránok felé azért, hogy minél jobban elhúzódjon a háború, hogy az alatt sok támogatást kelljen adni az ukránoknak, de nem tudom, tudjátok-e minek fejébe, jelzálog ért adták a támogatásokat, jelzálogért az ukrán vagyont helyezték jelzálogba a támogatásért. Ami azt jelenti, hogy azt is tudták, hogy az ukránok nem fognak nyerni, és azt is, hogy nem tudják visszafizetni a támogatásokat. Oké? Magyarul az ő tulajdonukba száll a támogatás összege, meg a kamatok természetesen. Magyarul gyakorlatilag ilyen révén, ilyen által felvásárolták Ukrajnát. Tehát gyakorlatilag ugye nem amerikai, meg nem nyugati zászló fog leengeni a ukrán parlament fölött, hanem ukrán zászló, de annak ellenére gyakorlatilag az ország úgy el van adósodva, és jelzálogban van eladósodva. Ugye tudni kell, hogy az országban rengeteg, tehát a világ legjobb földjei vannak Ukrajnában, ráadásul egybefüggő termőföldjei. Ott a legvastagabb a termőföld réteg, vastagabb, mint nálunk. Akkor ugye nagyobb területek vannak, termőföld területek, mint Magyarországon, egybefüggő. Akkor nézzük tovább. Vannak olyan ugye anyagok a föld mélyén, ami az újkori technológiához elengedhetetlen. Oké? Persze a régi technológiákhoz is vannak ugye a föld mélyén anyagok, tehát kibányászandó anyagok, és gyakorlatilag ezeket megkaparintotta a nyugat a támogatás által. Tehát tudták előre, hogy Ukrajna veszíteni fog, tudták előre, hogy soha nem fogja tudni visszafizetni a támogatást, soha nem fogja tudni visszafizetni. Ezt is tudták. És gyakorlatilag így felvásárolhatták teljes Ukrajnát. Tehát mondhatjuk azt, hogy Ukrajna az teljes egészében nyugati tulajdonban lesz, szó szerint tulajdonban. Na most nehogy azt higgyétek, hogy
Nálunk nem volt ilyen, jó? Nem az egész ország van fölvásárolva, hanem olyanokat helyeztünk jelzálogba, mint a Szent Korona és ékszerek. Mint például a Budai Vár, mint például a Parlament. Ilyenek vannak jelzálogban Magyarországon. Oké? És még egy csomó egyéb dolog, tehát nem úgy, tehát tudjátok, hogy egy magánszemélynek vagy egy cégnek úgy adnak hitelt, hogy a fedezet az jelzálog. Oké? Tehát a fedezet az vagyon. Oké? Az a fedezet. Ha nem tudja kifizetni a vagyont, mégis a hitelt, akkor a vagyon átszáll a hitelt adó tulajdonába. No szóval, tehát amikor azt gondoljuk, hogy a hitelt azt puszira kapjuk, és annak nincs fedezete, akkor óriási tévedésben vagyunk. Mikor azt gondoljuk, hogy meg lehetne azt csinálni, hogy fogjuk és nem fizetjük a hitelt. De akkor meg a vagyon átkerül az ő tulajdonukba. Érted? Tehát azt gondoltuk, hogy a magánszemélyeknél meg a vállalkozásoknál van csak ilyen, hogy egy hitelfelvételkor a fedezet a vagyon. Oké? Vagy a vagyonnak egy bizonyos része. Na most, hogy tiszta és világos legyen, ezért kellett egy országot bejegyezni cégként Amerikában. Hogy ezt meg lehessen csinálni. Mert egy országgal nem lehet megcsinálni, amely nem magánszemély vagy nem cég. De egy ország cég, akkor a cégnek úgy lehet adni hitelt, hogy a fedezete a cégnek a vagyona. Márpedig Magyarország, mint cégnek a vagyona, hát a magyar tulajdon. Érted? Tehát a magyar vagyon. És ezért van, hogy sorba bejegyezték az országokat cégként. Oké, hogy ezt meg tudják csinálni. Tehát itt az évtizedek során, főleg az elmúlt 20 évben, természetesen. Tehát nagy francok ezek a hiteltadók, de hát gondold végig, mi lenne más egy ország, mint egy magánszemély, vagy egy cég? Mi lenne más? Hát gondold végig, megcsinálták országok azt a világban, hogy fölvettek hitelt, és akkor azt mondta az elnöke az országnak, hogy nem fizetjük vissza a hitelt. És ilyenkor nem tudtak velem semmit se csinálni. Azt lehetett csinálni, hogy vagy meggyilkolták azt az elnököt, vagy megszállták azt az országot katonailag. Oké? És kierőszakoltak egy másik kormányt, ahol az elnök már ugye az ő pártjukon állt, ezért vállalta, hogy tovább fizetik az adósságot. Na most, hogy ezt ne kelljen megcsinálni, milyen tök egyszerű, be kell jegyezni egy országot cégként, onnantól kezdve minden a cégnek a tulajdona itt az országban, és mindent jelzálogként el lehet adósítani. Szuper világban élünk. Marha ravaszak ezek a rohadt elnyomók. Marha ravaszak. Nem semmi eszük van, gondold végig. Nem sem, hogy ezt kitalálták azért. Így van. Ezek a mocskos szemét elnyomók, amelyek ugye alapvetően banktulajdonosak, és mindegy, hogy Világbanknak, vagy IMF-nek, vagy bármilyen banknak nevezzük, nem semmi elnyomók. Oké? Szóval
van gógyiuk rendesen. Na most, a lakosság az meg butul. Az butul. Tehát az elnyomó hatalmi elit az használja az eszét, sőt az eszét az emberek kizsákmányolására használja, és mivel az emberek butulnak, ezért egyre inkább szabadon kizsákmányolhatok. Tehát minél tudatlanabb, butább egy ember, annál könnyebben kizsákmányolható. És most a butaság, nehogy félreértsétek, nem az iskolai végzettségtől függ, hanem az eszünk használatától függ. Tehát gondoljátok végig, a régi parasztembereknek nem volt iskolai végzettségük, mégis volt józan paraszti eszük. És nem lehetett úgy átvágni őket, mint ahogy most átvágják azokat az embereket, akik mit tudom én hányféle iskolát végeztek. Tehát mondok példát, a Covid időszak végeredménye az lett, hogy a több iskolát végzett emberek nagyobb arányban oltatták be magukat, mint az alacsonyabb végzettségűek. Tehát az iskola, a hagyományos iskola, az általános, közép, főiskola vagy egyetem nem segíti az ember gondolkodását, hanem csak adatokat nyújt az embereknek. Érted? Tehát a gondolkodás meg az adat az két dolog. Az adatokat el lehet tárolni lexikonokba. És erről lehet venni, és meg lehet nézni. A gondolkodás pedig azt jelenti, hogy az ember gondolkodik, hogy nekem mi a jobb, a családomnak mi a jobb, annak a közösségnek mi a jobb. Ha ezt teszem, annak mi lesz a következménye? Ha azt teszem, akkor annak mi lesz a következménye? Az emberek simán megtesznek olyan dolgokat, aminek egy percet nem mérlegelték a következményét. Egy percet sem. Oké? Tehát egy perc időt nem fordítottak rá, hogy a következményét mérlegeljék. Tehát a gondolkodás az igazából mérlegelés. Az emberek nem mérlegelnek, hanem külső érzelmi hatásra cselekednek. Tehát ez úgy működik, hogy kapnak egy érzelmi hatást kívülről, és a saját érzelmük elfogadja azt az érzelmi külső hatást, és a saját érzelme hozza meg azt a döntést, hogy ezt kell tennem. Ennek így, ilyen formában az ég adta világon semmi, de semmi köze nincs a gondolkodáshoz. Tehát az érzelem az reaktív, a gondolkodás az aktív. Tehát mit jelent az aktív? Azt jelenti, hogy tőled függ. Mit jelent a reaktív? Hogy hatás alatt állsz. Oké? Tehát külső hatás alatt állsz. Tehát egy olyan világban élünk, ahol hát most már lassan azt lehet mondani, hogy milliárdoknál elérték, hogy ne gondolkozzanak. Na most egy ilyen világban szerinted, tehát egy ilyen elbutuló világban, ahol az emberek elbutulnak, hova jutnak az emberek? Hova jut a társadalom? Tehát
Azt akarjátok ti emberek, hogy odáig jussatok, hogy gyakorlatilag azt csináljanak veletek, amit akarnak. Ezt akarjátok? Hát remélem nem. Hát figyeld, ti nem vagytok házi állatok. A házi állattal a gazdája azt csinál, amit akar. Érted? Egy tudatos, értelmes emberi lénnyel nem lehet azt csinálni, ami az érdeke ellen van, vagy a józanész ellen van. Tehát aki nem gondolkodik, az úgy működik, mint a házi állat lenne. Neki szüksége van gazdára, mert már az önfenntartó mechanizmusa nem működik. A házi állatok java nem tudja eltartani magát. A gazda segítségére van szüksége. Nincs összefüggés az emberek és a házi állatok között. Hogy gyakorlatilag az emberek jó részének kell legyen egy gazdája, ami gondoskodik róla. Oké? És ahogy az állat azt teszi, hogy amit a gazdája akar, ugyanezt csinálják az emberek, hogy azt teszik, amit a gazdája akar. Csak ez nincs kimondva. Érted? Nincs kimondva. Mondhatjuk azt, hogy házi állatosítják az embereket. Szó szerint, az házi állatok hogy lettek házi állatok? Úgyhogy a vadállatokat, amely saját magukat fent tudták tartani, iromították. Mit csináltak az emberekkel? Az emberek fent tudták tartani magukat. Nem kellett neki gazda. Ezért elkezdték az embereket idomítani, hogy gazdára legyen szükségük. Vagy rosszul látom? Hát figyeld, ha te nem a saját üzletedből, tevékenységedből szerzel jövedelmet, hanem valakitől kapsz, mindig ugyanattól. Érted? Tehát mindig ugyanattól kapod a jövedelmet. Ugyanúgy, mint a házi állat. Mindig ugyanattól kapja a kaját. Mindig ugyanattól kapja a szállást. Nem mástól. Tehát, ha egy házi állat mindig ugyanattól kapja az ételt, az italt, a szállást, akkor neki van gazdája. Ha te mindig ugyanattól kapod az ételt, italt, szállást, magyarul a mi esetünkben pénzt, akkor neked van gazdád. Tehát magyarul egy lénytől, egy embertől függsz, vagy egy szervezettől. Érted? Amit esetleg úgy hívnak, hogy állam. Tehát, hogyha például te segélyből élsz, a segélyt az állam adja. A nyugdíj is egy segély, ugye tudod? Csak nem mondják ki. Akkor neked az állam a gazdád. Érted? Tehát megnézed, a vadállatok azok nem egy helyről kapják a megélhetésükhez szükséges élelmiszert, vizet, otthont idézőjelbe, hanem sok-sok helyről. Egy nem kényszervállalkozó sok-sok helyről kap bevételt.
egy kényszervállalkozó, az egy helyről kap bevételt. Tehát egy embertől. Érted? Tehát még egyszer, ha egy helyről, egy emberről től kapsz bevételt, azt úgy hívják, hogy függőség. A szabadság az azt jelenti, hogy portfólió, ahogy másként szokták ezt mondani. Tehát az azt jelenti, hogy minél több embertől kapsz cserét, pénzt, te annál szabadabb vagy. Világos ez? Minél inkább csak egy helyről, annál kevésbé. Na most, ez azt jelenti, hogy, meg kell már szabadulni ettől a függőségtől, nem? Tehát hogy? Na nézzük meg, mi is csinálunk, mit is csinálunk, jó? De először is azt nézzük meg, hogy miért tesszük azt, amit csinálunk. Tehát van egy általános elbutulás a mi kis világunkban. Erre a bolygóra értem, értjük. Ez az elmúlt években teljesen láthatóvá vált. Az elbutulás következménye, tehát tök logikus, minél tudatlanabb egy ember, annál képesebb arra, hogy hibázzon. Minél, tehát amikor egy ember hibázik, annak soha nem lesz pozitív következménye. Annak mindig, minden esetben negatív következménye lesz. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy a hibázásnak valaha pozitív következménye lesz, hát akkor nagyon-nagyon tudatlan. Na most, a negatív következmény pedig általában azt hozza, hogy az embernek problémája lesz. A probléma meg azt hozza, hogy az embernek rosszabb élete lesz. Minél butább egy ember, annál több bajt és gondot okoz. Tehát megint hangsúlyozom, hogy nem az iskolai végzettség adja az eszességet, hanem az eszünk használata. Oké? Ez tudom, hogy nagyon rossz hír azoknak, akik mindenféle egyetemeket, meg főiskolákat végeztek. Gondolj tehát, milyen lesz a jövőnk, sőt a gyerekeink jövője, ha aktívan nem teszünk azért, hogy jobb világunk legyen. Ugyanis ha jó emberek nem tesznek semmit, a rossz eluralkodik a Földön. Ha jó emberek továbbra sem tesznek semmit, vitathatatlan, hogy még rosszabb világunk lesz. Tehát ezért látod ezt az egyre rosszabb és rosszabb világot. Ha te is jó embernek tartod magad, neked is aktívan kellene tenni azért, hogy jobb világunk legyen. Tehát simán ki merem mondani azt, hogy te nem teszel azért, hogy jobb világunk legyen, te nem vagy jó ember. Oké? És ha nem is akarsz tenni, akkor meg azzal bizonyítod, hogy nem vagy jó ember. Mit jelent a jobb világ, ahol az emberek szeretetben, egészségesen, elismerésben, szabadon és anyagi függetlenségben élnek? Nem így kellene élnünk? Na most, a házi állatok, azok szeretetben, egészségesen, elismerésben, szabadon és anyagilag függetlenül élnek? Nem. Nem. De az emberek sem, akik nem ilyenek. Eszesebbé kell tenni az embereket, hogy fejlődhessenek egy sokkal jobb világ eléréséért. Tehát, hogy tisztában legyünk ezzel, múltkor is beszéltem róla, most is beszélek, csak egy kicsit rövidebben.
Hát a múltkor ez azt jelenti, hogy ma van szerda, vasárnap. Tehát ugye sok embernél nagyon könnyű elérni azt, hogy azt tegye, amit mondjuk a gazdája akar. Hogyan? Ehhez el kellett csak azt érni, hogy gyerekként, kisgyerekként odaültessék mondjuk a tévé elé, vagy videó elé. Miért jött hang? Visszakapcsolódott. Hogy tudott visszakapcsolódni? Visszakapcsolódott a lenémítás. Na mindegy. Szóval ott tartottam, hogy elérték, hogy a szülők a kisgyereküket odaültessék a tévé elé. De egy kisgyerek nem tud különbséget tenni a valóság és a tévében látott dolgok között. Tehát egy videóban látott dolog között. Tehát nem tud különbséget tenni. Tehát számára nincs különbség. Na most, ami a tévében lezajlik, az soha nem az igazság. Az élet az igazság. Oké? Azért nem igazság, nagyon egyszerű, minden tévében lejátszott dolognak rendezője van. Tehát magyarul meg van rendezve. Oké? Nincs a tévében olyan adás, aminek nincs rendezője. Ezt nézd meg. Ez azt jelenti, hogy aki kisgyerekként oda volt ültetve a tévé elé, annak az igazság és a, akarom mondani, a valóság és a nem igazság, tehát a nem valóság között nincs különbség. Na most ezáltal az igazság és a hamisság között, tehát a hazugság között nincs különbség. Érted? Na most, ha egy embernek nincs különbség az igazság és a hazugság között, gyerekként már, és ezt hozza gyerekkortól, ez az alap, akkor erre építkezik, és felnőttként sem lesz különbség az igazság és a hazugság között. Ezáltal, ha elhitetnek vele egy hazugságot, ő elhiszi. Mert nem tud különbséget tenni a hazugság és az igazság között. És ez azt jelenti, hogy az emberek tömegeinél érték ezt el. Ráadásul minél jobban felgyorsítanak egy filmet a gyereknek, az annál nagyobb hazugság. Tehát minden film, ami a tévében, vagy moziban, vagy akárhol látod, az gyakorlatilag időben nem egyezik meg a valósággal. Tehát általában sokkal nagyobb időtartalmat, sokkal rövidebb idő alatt játszanak le. Tehát az azt jelenti, hogy nem igaz. Az egész úgy, ahogy van, nem igaz. Oké? És ezáltal az emberek nek az elméje úgy fejlődik ki, hogy ő nem tud különbséget tenni a valóság és a nem valóságos dolgok között. És a nem valóságos dolgok azok a nem igaz, hanem hazugság. Oké? És ezt mivel csinálják már jó ideje, ezért ahogy jönnek a generációk, hogy egyre jobban nem tudnak gondolkodni. És egyre nagyobb szükségük van a gazdára, mert háziasítva vannak. Ezt helyre lehet hozni, ha az ember eszesíti magát. Eszesedni magadtól pedig nem fogsz. Ahhoz, hogy az ember eszesedjen, nézzük meg, mit kell csinálni. Tehát eszesebbnek kell lenni ahhoz, hogy ne romoljon
Figyeld, megint visszakapcsolt. Hihetetlen. Eszesebbnek kell lenni ahhoz, hogy ne romoljon, hanem javuljon az életünk. Az is elment. De az miért? Már rég. Nem láttok ilyeneket. De miért nem? Érdekes. Átküldés. Mindjárt látjátok, jó? Most? Most reggel? Ezt se láttátok akkor itt az előző részt? Jó. Jó? Tehát eszesebbnek kell lenni az embereknek, hogy fejlődhessenek egy sokkal jobb világ elérésére. Tehát minél okosabb emberek lesznek a világban, annál jobb világunk lesz. Oké? Okay? Minél butább emberek vannak a világban, annál rosszabb világunk van. Tehát eszesebbnek kell lenni, hogy ne romoljon, hanem javuljon egy ember élete. Mi PPH-sok rendszeres képzéseinkkel eszesebbé tesszük az embereket. Nem arról szól a történet, hogy akarsz-e itt vagy máshol tanulni vagy sem, hanem arról szól a történet, hogy létre kell hozni egy jobb világot, ahol eszesebb emberek vannak. És ezt másokkal nem tudod megcsinálni, máshol nem tudod megcsinálni, csak itt, bolygószinten. Mert csak itt van meg ehhez az előélet, a tudás, a tapasztalat, a módszer, a segítség, az emberek és az etika. Tehát etika is szükséges hozzá, meg emberek. Kaptunk egy csodálatos és történelemben egyedülálló lehetőséget, egy gyönyörű új korszakot hozhatunk létre, a szeretet kort. Úgy is lehetne mondani, hogy aranykort. Korszakalkotók lehetünk. Hány ősöd volt korszakalkotó? Egy se. Egy se volt korszakalkotó. Senkinek. Az elmúlt 7000 évben nem alkottak új korszakot a tömegek. Oké? Okay? Nem volt ilyen. Ilyen lassú valamicske átmenet volt, ami azt jelenti, hogy még mindig vannak olyan népcsoportok, ahol feudalista módon működnek. Pedig azóta már két korszak lezajlott. Ha ezt nem tudod értékelni az életedben, hogy korszakalkotó lehetsz, akkor semmit sem fogsz értékelni. Kapott az emberiség legkésőbb 2035-ig egy utolsó esélyt a fejlődésre. Az nem olyan sok. 12 év. Te most kaptál egy egyetlen és ezáltal utolsó esélyt a tudatosodásra, azért egyetlen, mert nincs máshol. Azért utolsó, mert nincs máshol. A tudatosodásra, a szellemi-lelki fejlődésre, a boldog életre, a felemelkedésre. Mi PPH-sok egyedülálló módon aktívan teszünk azért, hogy legyen egy jobb világunk. Hozzásegítjük az embereket ahhoz, hogy eszesebbek legyenek. Egy teljesen egyedülálló Magyarországról kiindult, a határokon átívelő, világunkat jobbá tevő társadalom fejlesztési programunk van, ami nagyon jól jövedelmező azok számára, akik üzletként is tekintenek rá. Akik üzletként nem tekintenek rá, nyilván azok számára nem jelent jól jövedelmezőt. PPH üzlet eljutatja az emberekhez az ember és életjobbító coach képzéseket. Mit jelent a coach a mi értelmezésünkben? Ezt, amit előtte itt van. Ember és életjobbító. Rendszeresen olyan ember és életjobbító coach képzéseket tartunk, amelyek által az emberek egyedülállóan hozzájutnak az eltitkolt tudásokhoz. Tehát egyedülállóan jutnak hozzá. Mások nem képeznek olyan tudásra embereket, ami eddig az emberiség elől el volt titkolva.
élet- és emberismeretekhez, tudatossághoz, a személyiségfejlődéshez, a gyakorlási lehetőségekhez, és így a képességekhez is. Nincsenek képességek gyakorlás nélkül. Nincsen. Tehát nem csak tudnia kell az embernek, hanem gyakorolni is. Tehát még egyszer ennek a gondolatnak fussunk neki. Tehát ember és életjobbító kócsképzéseink vannak, amelyek által az itt tanulók egyedülállóan hozzájutnak az eltitkolt tudásokhoz, élet- és emberismeretekhez, a tudatossághoz, a személyiségük fejlődéséhez, a gyakorlási lehetőségekhez, és így a képességekhez is. Coach-képzéseink által képes leszel helyesen bánni minden életterületeddel. Tehát ezek az életterületek, ez 10 életterület. Önmagad, párod, szüleid, gyereked, mások, munkád, pénzed, környezeted, hatóságok, Istened. Itt van 10 életterület, ezen a legtöbb ember nem jól boldogul. Tehát gyakorlatilag a legtöbb embert, ha megnéznéd, ezen a 10 életterületen nem jól boldogul. Nem olyan, hogy van, ami jól boldogul, van, ami nem jól boldogul. Ezen a 10 életterületen nem jól boldogul. Miért? Mert ezt a 10 életterületet nem tanították se az óvodába, se az általános iskolába, se a középiskolába, se a főiskolán, se az egyetemen. Valahogy ez kimaradt. Minden olyan dolgot tanítottak, amit ha megkérdezném, hogy mondjuk az általános iskolai tanulmányait során, az 8 év, mit használsz napi szinten az általános iskolai tanulmányodból, akkor el tudnád mondani, hogy mondjuk az olvasást, az írást, meg az alapvető számolást, amit meg lehetett volna tanulni kényelmesen 2 év alatt, és sokkal jobb minőségben, mint amennyit megtanítottak, mert nem 2 év alatt tanultuk, hanem 2 év alatt még egy csomó mindent hozzátanítottak, amire semmi szükség nem volt. Tehát gondold végig, ezt meg lehetett volna 2 év alatt tanulni, mi a fészkes francnak kellett 8 évet tanulni olyan dolgokért, amitből semmit nem használunk napi szinten. Tehát minek kellett a plusz 6 év? Minek? Azért kellett, hogy nem időtöltésnek kellett, azért kellett, hogy az ember azt gondolja, amikor felnő az iskoláiból, hogy a tudás egyenlő hagyományos iskola. Érted? Tehát, hogy ne tudja, hogy mi a valós tudás. Tehát az élet és az ember működéséről semmit nem tanítottak. Oké? Hogy az ember elhiggye azt, hogy az élet és az ember működése az nem fontos. Mert ha fontos lenne, tanították volna, nem? Tehát azért nem tanították, hogy elhiggyék az emberek, hogy ez nem fontos. De passzus kulcs, az életben ezekkel tudsz érvényesülni. Ha ezekben nem vagy jó, bénán működsz az életedben. Minden olyan ember, ami ezekben nem jó, bénán működik a saját életében. Mi szüksége van? Gazdára. Figyeld, én világéletemben felnőttként azt mondtam, hogyha ezen a bolygón mindenki munkanélküli lenne, én akkor is feltalálnám magam, és nekem lenne munkám. Oké. Okay. Ami azt jelenti, hogy én 87-ben kezdtem el azt, hogy az alkalmazotti létem mellett
elkezdtem vállalkozni. Ez folyt párhuzamosan még 7 éven keresztül, illetve bocsánat, 6 éven keresztül, 93-ig. És 93-ban lettem teljes egészében nem vállalkozó akkor már, hanem cégtulajdonos. Tehát akkor létrehoztam az első cégemet, föladtam az alkalmazotti létemet, és azóta én cégtulajdonosként élek. Igaz, hogy azóta 14 cég alapításban vettem részt személyesen, de az egy dolog. Szóval a lényeg az, hogy én 93-ban elhatároztam, hogy én többet senkinek nem leszek a szolgája. Oké? És nekem nincs szükségem gazdára. Érted? És rájöttem arra, hogy még akkor, 93-ban, hogy miért mondják azt, hogy aki dolgozik, nem ér rá pénzt keresni. Mert nem az eszét használja, amikor dolgozik. Érted? Tehát itt van ez a 10 terület, van 25 nagy képzés témánk, minden képzés több hónapos, volt olyan, ami 8 hónapos volt, most a legutóbbi az 6 hónapos. Ezáltal tudjátok, mennyi tudás áll rendelkezésünkre? 9 évnyi tudás. Milyen iskola, amiről hallottál már, ahol 9 évnyi tudás van? Hallottál már ilyet? Mert rajtunk kívül más nincs. 9 évnyi tudás. Tehát miért 9 év? Nagyon érdekes. Mert minden 9 évben sorsfordulód van. Tudtad? Nem tudtad? Hát akkor most tudod, jó? Tehát 9 évenként minden embernek sorsfordulója van. Oké? De az nem azt jelenti, hogy onnan, hogy született, mert lehet, hogy mondjuk egy év múlva volt sorsfordulója, lehet, hogy 4 év múlva volt sorsfordulója. Ezt pontosan meg lehet határozni a sorsfordulóit egy embernek a születési dátumából. A pontos születési dátumából. Tehát, hogy milyen nap született. Melyik év, melyik hónap, melyik nap. És minden embernek van sorsfordulója. Oké? Okay? És a sorsfordulók az 9 évente vannak. Oké? Okay? Az azt jelenti, hogy ha az ember fejlődik, 9 év alatt teljesen szellemileg meg tud változni. De az, hogy valaki teljesen megváltozott szellemileg, az 9 év tanulásra van szükség. Érted? 9 év. Azt tudjuk, hogy a sejtjeink 7-es év alatt cserélődnek le. Tehát ez a kettő különbözik egymástól. Oké? Méghozzá lényegesen különbözik. Attól, hogy az emberek nem tudnak dolgokat, attól az még van. Oké? Az emberek azt se tudták, hogy háziasítják őket. Azt se tudták. Szépen fű alatt ez megtörtént az emberek többségénél. Na, nézzük tovább. Rendszeresen, tehát elég tudást adunk az emberek és az ember és az élet működéséről.
hozzásegítjük a tanuló partnerinket, a szeretet, az egészség, az elismerés, a szabadság, továbbá az anyagi függetlenség tudásához. Mert ezekről is tudással kellene rendelkezni. Természetesen a technikájához is hozzásegítjük az embereknek, hogy ezt alkalmazni tudják, hogy boldog életet élhessenek. Ezek következtében a tanulóink képessé válnak szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni azért, hogy a Földön minél hamarabb, de legkésőbb 2035-re szeretett korszak, azaz aranykor legyen. Tudjátok, honnan látjuk? Például elkezdenek tanulni itt a párok, és rendben jön a párkapcsolatuk. Érted? Rendben hozzák maguktól a tudás hatására. Sokkal jobban működnek azok a párok, akik itt tanulnak, mint előtte. És nyilván minél hosszabb ideje tanulnak itt, annál jobb a párkapcsolatuk. De az kevés, hogy csak az egyik tanul itt. Ez kell, hogy mind a kettő itt tanuljon. Mert ha az egyik fejlődik, a másik nem fejlődik, az kevés. Ez a 2035, ez nem az én kitalálásom. Ez a fentiektől kapott üzenet. Ha nem lesz 2035-re aranykor, menjünk a levesbe. Oké? Okay. És akkor mondhatnád azt, hogyha tudod, hogy az élet hogyan működik, hát se baj, majd inkarnálódsz. Aha. Csak nem erre a bolygóra. Oké? Okay. Hanem már elő van készítve neked. Egy bolygó, kín az univerzum szélén, ahol lehet majd szépen kőkorszaki körülmények közé újra születni. Királykilátás. Jó? Mondom azoknak, akik el vannak telve magukkal azzal, hogy ők ismerik a reinkarnációs folyamatokat, és tudják, hogy se baj, reinkarnálok ide. Aha. És milyen jó lesz, mert még jobb lesz a technikai fejlődés, mire újra reinkarnálódik, és akkor még jobban kihasználhatja a dolgokat. Hát a lónak a valamiét a hátsódba. Jó? Azt. És akkor még finoman fogalmaztam. A tudás alkalmazása során a tanulóink képesekké válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve a megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a szellemi és a lelki fejlődésre. Nézzük, itt volt egy szó, hogy lelki fejlődés. Ugye a szellemi fejlődés az nagyon egyszerű, egyre tudatosabb az ember. Ez jelenti a szellemi fejlődést. De mit jelenthet a lelki fejlődés? Az ember lelki fejlődésének van 7-es szintje. Itt van a 7 szint. Az első a túlélés, második a biztonság, harmadik a valahova tartozás, negyedik az elismerés, ötödik az önmegvalósítás, hatodik a küldetés, hetedik a beteljesülés. Az emberek többsége az első két lelki szinten működik. Ahhoz, hogy a harmadik lelki szintre valaki felkerülhessen, valahova tartozás érzését meg kell élnie. A család nem tartozik ide. A valahova tartozás az egy idegen emberekből álló közösség. Oké? Okay? Tehát miért idegenekből? Azért, hogy megtanulja az ember az alkalmazkodást és az együttműködést. Oké? Okay? Mert könnyű együttműködni azokkal az emberekkel, akikhez érzelmileg össze vagy kötve. Akik összekapcsolódtak veled. Mert közvetlen rokonaid, vagy távoli rokonaid, vagy barátaid, azokkal tök könnyű, de idegenekkel. Már nem olyan könnyű. Oké? Okay? És az idegenek közt vannak olyanok, akik szimpatikusak,
Vannak, akik kevésbé szimpatikusak, vannak, akik nem szimpatikusak, főleg elsőre. Lehet, hogy éppen azért, mert nem kímélnek és a szemedbe mondják az igazságot. De honnan tudod, hogy mi lesz az igazság, hogyha sose akarod meghallani? Honnan? Hogy tudod, hogy mi az igazság, ha nem akarod meghallani? Mert az fáj. Azért nem akarod meghallani. De az egy embernek fáj az igazság, akkor soha nem fog fejlődni. Soha. És hát ezzel kapcsolatban vannak dolgok. Nem olyan egyszerű ez a kérdés. A negyedik lelki szint, ugye beszéltem arról, hogy a harmadik lelki szintet az érheti el, aki valahova tartozik. A negyedik lelki szint és a felett saját csapat és saját üzlet nélkül nem érhető el. Tehát üzlet nélkül. Csapat nélkül. Tehát a csapat, üzlet, ez összekapcsolódik a kettő együtt. Oké? Tehát olyan üzlet, amelyben nincs csapat, nem érhető el. Olyan csapat, amely nem kapcsolódik üzlethez, nem érhető el. Tudod miért? Mert van egy mondás, az üzletben nincs barátság. Oké? Ami azt jelenti, hogy ha üzlet van, akkor félre kell tenni a barátságot. Mert a barátokkal, még egyszer mondom, tök könnyű együttműködni. Más emberekkel már nehezebb együttműködni. Oké? És az üzlet választja szét az érzelmet és a tudatosságot. Mert az üzletben nagyon tudatosnak kell lenni, és félre kell tenni az érzelmeket. Mert ha egy ember nem teszi félre az üzletben az érzelmeket, akkor az üzleten veszteségei lesznek. Oké? Tehát egy üzletben nincs olyan, hogy azért mert barát, vagy azért neked ilyen-olyan engedményeket adok. Nincs ilyen. Az üzletben nincs barátság. Oké? De azt nem azt jelenti, hogy nem lehetsz jó viszonyban emberekkel. Csak nem tehetsz különbséget. Érted? Az üzletben a különbségtétel, tudod micsoda? Hogy ki mennyit tesz le az asztalra. Nem az, hogy mennyire szimpatikus. Nem az, hogy mennyire barátod. Én a barátaim, két barátomat hoztam be annak idején. Mind a kettővel abba hagytam a kapcsolatot. Miért? Mert nem úgy viszonyultak az üzletben ahhoz, hogy letegyenek az asztalra. Érted? És fogtam, és befejeztem velük a kapcsolatot. Pedig gyerekkori barátaim voltak. Tehát az üzletben nincs barátság. És ez kiváló lehetőség arra, hogy az ember kordába tudja tartani a saját érzéseit. Ugyanis mi az életünk célja? Itt van benne, nézed, a hetes, a beteljesülés szintje. Ez minden egyes földi ember leszületésének a célja, a beteljesülés. Hogy visszakerülhessen abba a magasabb létformába, ahonnan jött. Az azt jelenti, hogy angyali vagy isteni létforma. Angyali létforma is egy isteni létforma, csak annak egy alacsonyabb szintje. És ez minden embernek
a leszületésének a célja. Úgy lehetne mondani, hogy küldetése az életének, hogy visszakerüljön. Oké? Na most gondold végig, ha vissza kell kerülni a magasabb létformába, ott nincs olyan, hogy fogod és érzelmeid alapján különbséget teszel lények között. Érted? Nincs olyan. Nincs. Tehát meg kell tanulni azt itt a földi létben, hogy képes legyen az ember az etikus, racionális, tehát érzelemmentes cselekvésre, döntésekre. Ha tetszik, ha nem. Ha ezt nem akarod megtanulni, akkor majd inkarnálodsz oda a világ végére. Kőkorszaki körmények közé. És akkor majd talán pár ezer év múlva létrehoztok valami várost. Oké. Tehát, de itt van a küldetés szintje is. Az kell az aranykorba jutáshoz, a szeretet korba jutáshoz. Ami 2035. Hát nem tudom, mit csinált a Matuska Zsolt, de kiszedett a hívásból. Kiírta, hogy Matuska Zsolt eltávolította a Skype-os hívásból. Zsolt, ilyet ne nagyon tegyél, mert akkor eltávolítalak a hívásból végleg. Jó, úgyhogy lényeg az. Oké. Szóval, nézzük tovább. Hatodik lelki szintre az juthat fel, aki képes békében és szeretetben élni. Hogy tanul meg egy ember békében és szeretetben élni? Úgy, hogy nem kell neki együttműködni emberekkel? Tehát a valahova tartozás, amikor egy közösségben van valaki, az nem feltétlenül feltételezi azt, hogy neked együtt kell működni emberekkel. Ha csak együtt vagytok és jól érzitek magatok egymással, az nem együttműködés. Az együttműködés azt jelenti, hogy egy cél érdekében közösen munkálkodtok. Ez nem tudom, elég érthető volt? Cél érdekében közösen munkálkodtok. Ezt jelenti az együttműködés. Az nem együttműködés, hogy mit tudom én, elmentek és jól érzitek magatokat közösen, céltalanul, csak azzal a céllal, hogy jól érezzetek magatokat. Oké? A hetedik lelki szintre az juthat föl, aki képes a feltétel nélkül együttműködésre. Hogy lehet feltétel nélkül együttműködni? Hogy nem tanulja meg az ember a csapatban együttműködést. Tehát mit jelent a csapatban együttműködést? Azt mondod, hogy munkahelyen csapatban együttműködsz. Aha, csak azt a csapatot nem te hoztad létre, hanem beraktak egy csapatba. Tehát az embernek azt is meg kell tanulnia, hogy képes hatni másokra. Tehát létrehozni egy saját csapatot. Piacvezetők vagyunk az emberek fejlesztése terén. Tehát az ilyen rendszeres fejlesztése terén piacvezetők vagyunk. Ugye a rendszeresség az azt jelenti, hogy heti kétszer, ugyanabban az időpontokban, minden vasárnap és minden szerdán. Tehát piacvezetők vagyunk ebben. És ez a csapat, ez belőlem indult ki. Oké? Tehát ha piacvezetők vagyunk, akkor nem öten vagyunk, hanem sokan. A legtöbben vagyunk Magyarországon. És mondhatom azt, hogy én hoztam létre. Nem egyedül, másokkal együtt. Együttműködve, nem tudom, világos-e.
másokkal együttműködve hoztam létre. De én voltam a kiinduló pont. Ezt meg lehet csinálni bárkinek, nem csak én csinálom meg, hanem mások is megcsinálják. Tanulóink lehetőséget kapnak az üzletépítésre is. Az üzletépítés hozza létre a csapatépítést, ha ajánlják a nyílt akadémiánál, tehát a nálunk tanulást. Erre megvannak a módszerek, nem kell kitalálni, minden ki van találva. És holt egyszerű. A Hunatrét ZRT van az egész szervezet mögött. A felkínált kiváló és egyedülálló PPA üzleted révén szabaddá válhatsz, azaz oda mehetsz, ahova akarsz, akkor, amikor akarsz, azzal, akivel akarsz, és addig maradhatsz, ameddig akarsz. Ezt jelenti a szabadság. Hogy oda mész, ahova akarsz. Akkor, amikor akarsz, azzal, akivel akarsz, és addig maradsz, ameddig akarsz. Kapott az emberiség, tehát legkésőbb 2031-ig, 35-ig egy utolsó esélyt a fejlődésre. Te most kaptál egy egyetlen és ezáltal utolsó esélyt a tudatosodásra, a szellemi lelki fejlődésre és a boldog életre. Havi 30 óra a képzésünk, igénybe vehetett személyesen a helyszínen, vagy élőben az interneten keresztül, tévén vagy rádión, illetve videó vagy hangfelvételről. Továbbá le is töltheted magadnak, és utólag meg tudod hallgatni. Akárhányszor. Coachképzéseink piaci értéke havonta 200 ezer forint. Amennyiben most kezded el a képzésedet, most olyan akcióban vehetsz részt, ahol nem csak egy nagyon kedvező 19.700 forintos első havi indulás és 19.500 forintos nagyon kedvező további havi tandíjat kalkuláltunk ki neked, hanem vállaljuk az akciós további havi tandíjad árának a fenntartását, nyilván ennek a 12.500 forintnak. A Hunatrét ZRT a PPA üzleted eredménye után ajánlói jutalékot fizet, méghozzá a piac legmagasabb jutalékaként. Ugyanis az általad szervezetteknek, akiket te hozol, azoknak a tandíjából visszajuttat a teljesítményedtől függően 25%-tól már 77,6%-ig terjedő összeget. Ezt egy számítógép intézi. A láncszerűen felépítő csoportodban. Tehát te vagy a lánc tetején, alattad időrendben később csatlakozottak. Független attól, hogy ki szervezte. Tandíjából pedig visszajuttat számodra, ha megérdemled természetesen, az azt jelenti, hogy teszel azért, hogy az a csapat növekedjen, teljesítményettől, tehát a teljesítményettől függően 5%-tól már 53%-ig terjedő összeget. Tehát azok után is, akiket nem te szerveztél. A PPA és a vezető segítségével viszonylag gyorsan ezáltal képessé válsz 6, 7 vagy akár 8 számjegyű havi passzív jövedelmet elérni. A passzív jövedelem azt jelenti, hogy minden tandíjbefizetésből, ami a csoportodban van, azután jutalékot kapsz. Tehát minden is, mivel havonta fizetik az emberek a tandíjat, bár olyan is van, aki évente fizet tandíjat, tehát előre fizet a tandíjat, akkor az egy évnyi tandíjat előre megkapod. Tandíjnak a jutalékát megkapod. Oké, akkor annak kapod meg az 5 vagy 53%-át, vagy éppen a 25-től 77,6%-át, hogyha az a te embered. A jutalékokat a jogszabályoknak megfelelően felhasználhatod a képzéseinkre, vagy felveheted. Tehát például, mit tudom, hogy van 3 tanulod, és akkor gyakorlatilag finanszírozva van a képzésed. Oké. Okay. Bárhol a világon, jó, ha az ember tudja, hogy milyen egy jó üzlet, de ezzel nem foglalkozunk, jó? Itt van 20 feltétel. Hoppá. Itt az első 6.
Tehát ha ezt megnéznéd, ezt megtalálod egyébként a weboldalunkon, ha ezt a 20 feltételt megnézed, hogy milyen egy jó üzlet, akkor rájössz arra, hogy csak a PPH felel meg ennek a 20 feltételnek. A bolygón nem találsz még egy üzletet, amely megfelelne ennek a 20 feltételnek. A következő. Tehát a következő. Ez azt jelenti, hogy a világ legjobb üzletét kínáljuk neked. Amivel élhetsz, ha tanuló vagy, tehát nem kötelező vele élni, most ne érts félre, ha tanuló vagy, csak a tanulók élhetnek vele, természetesen, mert azt ajánlhatja az ember másoknak, amiben ő benne van, amit ő igénybe vesz. Oké? És ugye tanulóként, tehát élhetsz ezzel a lehetőséggel, ha akarsz. Mondom, nem kötelező, ez egy plusz dolog. Ezért külön nem kell fizetni semmit. Ez benne van, ez a lehetőség a tandíjba. Tehát tudod jól, hogy egy üzlet az nem kevés pénzbe kerül. Nálunk gyakorlatilag grátisba megkapod a tudásod mellett. Oké? Máshol például úgy ajánlják fel az üzletet, hogy adnak egy terméket, mondjuk egy termékcsomagot, ami a negyedét éri, de mégis négyszer annyiért adják, mert abban benne van az üzletnek az ára. Oké? Nálunk ilyen nincsen. Jó? De egyébként minden máshol így van. Minden máshol. Hogy külön az üzletet belekalkulálják a termék vagy a szolgáltatás árába. És akkor itt vannak a képzéseink, van 25 nagy témánk, kicsit gyors voltam. Hogy? Honnan indul? Innen. Jó? Ez egyébként a legfontosabb képzésünk, a legelső. Az etika coach képzés. Ha bolygón mindenki etikusan működne, akkor már a szeretett korszak lenne, akkor már nem lenne gond. Érted? Jó, tehát vannak szemesztereink, és a szemeszterek után van bizonyítvány, és utána van diploma. Tehát diplomát a 9 év alatt 3-szor fogunk osztani. Diplomát. Oké? Tehát 3 különböző területen. Tehát a szemesztereket összerakva. Tehát ugye eddig is 3 évenként volt a diploma? 3. Az első kettő. Hát jó, de hát az akkor még mennyi, az egész 2 év volt, ami most 9 év. Hát az 2 év alatt lezúztuk az egészet, így van. Most tartunk befejező hónapnál, itt a gyereknevelés, traumakezelés, coachképzésben ez 6 hónapos volt. Tehát ugye a gyereknevelés az azt jelenti, hogy te is voltál gyerek. És téged is elszúrhattak a szüleid, mikor neveltek. Sőt, én még nem láttam olyan embert, akik tökéletesen neveltek volna a szülők. Nem találkoztam ilyennel. Sajnos. Én szerintem nincs is a bolygó. Tehát mindenkit valamilyen szinten, nyilván kit mennyire, hát valamilyen szinten elszúrtak a szülők. Ha tetszik neked, ha nem. Ha bármennyire imádtad a szüleidet, akkor is. Jó, tehát mint tudom, én volt, ismertem egy hölgyet, aki rémbüszke volt arra, hogy ő neki milyen nagyon jó gyerekkora volt, az felnőttként olyan hisztis volt, de olyan hisztis. Érted, egyszer
hisztériában leesett a lépcsőn, szó szerint. Szóval meg is érdemelte. Szó szerint. Annyira hisztizett, hogy nem tudott odafigyelni, és leesett a lépcsőn. Jó, nem, nagyon nem ütötte meg magát, még az volt a szerencse, mert nem sok lépcsőn esett le, csak egy 2-3 lépcsőn. Jó, és akkor itt vannak, mondom, a szemeszterek, de a szemeszterek mennyisége az még nőni fog, csak mondom előre, a képzések azok már itt vannak, mert nem tudjuk előre, hogy melyik képzés hány hónapos lesz. Ezt se tudtuk, hogy 6 hónapos lesz a gyereknevelés. Az előző az 2 hónapos volt, arra jól emlékszem. Tehát ahhoz képest már 3-szor annyi információ lett átadva, mint pár évvel ezelőtt. Kicsit fejlődik a tudásom. Jó, és akkor ezt a képzéseket így kompletten sehol máshol nem tud megkapni a bolygón, sehol. Tehát ez általában mások egy-két témát fognak át. Tehát magyarul, hogyha te máshol akarnád ezt megtanulni, akkor nagyon sok embernél kellene tanulnod. És a gatyádat odafizetnéd, szó szerint. Oké, a gatyádat odafizetnéd. Jó, itt volt a 25 téma, nem tudom mennyire sikerült elolvasni, de ebből a szempontból. Mindegy, akik a nyílt akadémiánál, tehát nálunk tanulnak és fejlődnek, képesekké válnak megoldani az életüket és eljutni a szeretett korszakba, és azaz az aranykorba. Jó, és akkor itt lenne még olyan, hogy mennyit lehet vele keresni, ezt majd akkor megnézed, mikor már neki akarsz fogni a jövedelemteremtésnek. De most gondold végig, bárkinek lehet azt mondani, hogy te meddig akarod azt a foglalkozást űzni, amiben egy kicsit se vagy szabad? Nem akarnál egy olyan foglalkozást, amiben sokkal jobb a jövedelmed és szabad lehetsz? Egy mondat. Ez egy mondat az egész. No, úgyhogy várunk szeretettel. Köszönöm szépen a figyelmedet, szeretlek benneteket, sziasztok!